Sziasztok, egy kicsit betegen, de az év elejére való tekintettel szerettem volna mindenféleképpen bejelentkezni egy videóval. Sajnos az élő most nem fog menni, hogy ki tudjam vágni, mikor kifújom az orrom, és egy csapattársunk is sajnos nagyon lebetegedett, úgyhogy a podcastet sem tudjuk most megtartani, de ettől függetlenül dolgozunk a háttérben, csak nyilván így kellemetlenebb a bejelentkezés. De mindenképp szerettem volna megmutatni egy pár dolgot nektek, főleg, hogy így elkezdtük az évet, és rögtön azzal kezdeném, hogy az év elején volt egy igencsak nagy meglepetésünk, ami pedig Európából érkezett. Nyilván nem egy olyan adat, vagy nem egy olyan dolog, ami mondjuk mindenki számára feltétlenül nagyon-nagyon fontos lehet, de ha valaki abban a régióban él, vagy pedig olyan piaci környezetben próbál meg aktívan részt venni, amelyhez csatlakozik vagy kapcsolódik, akkor ez igen fontos információ lehet a számára. Ez pedig egyenesen Svájcból jön az európai zónából, de nyilván nem az Európai Unióból. És a meglepő az volt, hogy még ugye a világgazdaság küzdés próbálja a CPI számokat lejjebb szorítani, addig bár Svájcban is tapasztalható volt az inflációnak valamely mértéke, a legutóbbi olvasásunk már negatívba mozdult, és ez továbbra is azt fogja jelenteni, hogy igen jó állapotban van a svájci gazdaság, mindemellett a felső csárt alatt látjátok még az alsót is, amely pedig a PMI-t reprezentálja, a svájci PMI-t, és itt is gyakorlatilag az a jó hír, hogy még mindig 50 pont felett vagyunk. Ennél az adatnál azért fontos az 50 pont felett, mert a legtöbb, sőt, majdnem az összes országnak a PMI adata most borzalmas volt, erről mindjárt beszéljünk egy pár percet, viszont ugye az a fontos, hogy 50 pont felett tudjuk-e tartani, vagy pedig sem. Ha 50 pont felett van, akkor gyakorlatilag még mindig profitos. A kitermelése az országnak, ugyanakkor nyilván lehet egy csökkenő trendben, de a lényeg az, hogy maga a növekedése csökken, és nem pedig a kitermelés maga kezdett el negatívba fordulni. Ez az Amerikai Egyesült Államokban teljesen máshogy alakult, ott már negatívba fordult, az összesített Európai Uniós adatok is már igen kezdenek negatívba fordulni. De a Svájc még nagyon szépen tartja magát. Itt egyébként érdemes emlékezni egy korábbi videóra, ahol beszéltünk arról, hogy vajon miért utalt a Fed Svájcba 9 milliárd dollárt, és nyilvánvalóan ennek megvan az eredménye, tehát a megfelelő segítséget megkapták, és nagyon jól reagáltak rá. Az európai területen belül tehát Svájcnak a gazdasága az, ami jelenleg a legstabilabb, bár azt hiszem ez így ebben a formában nem meglepő, hiszen az ilyen hasonló környezetekben mindig ők járnak ugye a legjobban idézőjelben. Viszont ettől függetlenül megindulhat a lavina, az a lavina, amely gyakorlatilag most ugye utolérheti az embereket, illetőleg ez lesz az az időszak, amikor az inflációs hatások utolérik az embereket, és elkezdik valóban érezni annak a fájdalmát. Ugyanis nyilván ez az egész történet, ami folyamatosan működik most már egy éve, ez, ezeket határokra kell bontani. Ugye meg volt tavaly a cégeknek a leértékelődése a tőzsdén, a legtöbbnek legalábbis, és e, ugye a Fed is elkezdett agresszívan működni, soha ennyire agresszívan nem működött, még e, már ami a monetáris politikáját illeti. És gyakorlatilag ugye ennek nyilván lesz majd egy hátszele, tehát amikor azt látjuk, hogy a gazdaságban elkezdenek picikét könnyíteni, és most nem arra gondolok, hogy csökkentenének kamatokat, hanem esetleg kisebb rátával kezdik el emelni őket, ez már ugye könnyítésnek minősül, hanem inkább arra gondolok, hogy ugye ez a kevesebb mérték az, ami meghatározó lesz a következő hónapokban, ugyanakkor ez az a pillanat, amikor az embereket utol fogja érni majd az infláció, hiszen eddig tartalékok nagyjából voltak, nyilván voltak olyan embercsoportok, területek, amiket kényesebben érintett maga az inflációs környezet, viszont ez most elkezd majd gyűrűzni, és most tényleg az az időszak jön, amikor elkezdjük érezni, hogy kevesebbet tudunk kifizetni, kevesebbet tudunk megvásárolni, és ez nem csak egy rétegre vonatkozik, hanem gyakorlatilag mindenkire. Ez pedig egy olyan lavinát indíthat be, aminek már elkezdtük látni a jeleit, hiszen egyrészt, és ráadásul nem csak mi, hanem a Fed is, hiszen egyrészt a, a tegnapi Fed ülésen uh, gyakorlatilag a Fed uh, szóvá tette azt, hogy 2024-ben igenis egy valid elképzelés, az ő általuk értelmezett a recessziónak az előfordulása. Nyilván én ezt egy kicsikét, meg nem csak én, hanem egy raklap másik gazdasági elemző is uh, teljesen máshogy értelmezni, véleményük szerint a recesszió már itt van is benne vagyunk. És pontosan ez miatt, hogy a Fednek a fejében is már megfordultak azok a gondolatok, hogy bizony lassan el kell kezdeni adagolni ezt az információt az embereknek, nyilván pánikot nem akarnak csinálni, ezért azt is hozzárakják, hogy 2023-ban nem fogják elkezdeni csökkenteni a kamatokat, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ez azt jelenti, hogy amíg a plafon emelése folyamatosan történik, addig nyilvánvalóan arra lehet számítani, hogy ha kisebb mértékkel is, de a kamatemelések meg fognak történni. Egyébként lesz jövő héten uh, Jeremy Powell beszéd, és természetesen CPI számok is jönnek majd a jövő héten az USA-ból. Úgyhogy ezek mind meghatározók lesznek azzal kapcsolatban, hogy egyrészt milyen mértékű kamatemelést fogunk kapni majd február 1-én, és másrészt pedig azzal kapcsolatban, hogy a plafon, vál ha változik, akkor mennyiben változik. Bár megmondom őszintén, hogy a következő kettő hónapban nem feltétlenül kell tapasztalnunk a plafon változtatását de ugyanakkor azután valószínűleg fogjuk még, hiszen maga a Fed is körülbelül 6%-ra prediktálja ennek a mértékét, messze vagyunk még ettől, és az sem biztos, hogy ott meg akarnak majd állni. Emellett lassulnak az új munkahelyek megnyitásainak a száma, illetve számai, hiszen már egyébként is rosszabb adatot kaptunk, mint az előző, de alapvetően látjuk azt, hogy egy hülyedő trendbe léptünk be, és természetesen ez nem fog segíteni a helyzeten, ami, a, az, ami az USA gazdaságát életén. És ezt muszáj láncban összerakjuk, mármint fejben, hogy mi is történik. Tehát gyakorlatilag, ha most ér minket utol az infláció, az amilyen formában, az bántani tudja a lakosságot, és most kezdenek el csökkenni az új munkahelyek megnyitásának a száma, akkor gyakorlatilag egyre többen fogják elveszíteni. És bár a munkanélküliségi rátában még nem tapasztalunk hatalmas emelkedést, gyakorlatilag ez már csak egy ketyegő bomba, ami egyszer majd be fog indulni, hiszen értelemszerűen a megemelkedett inflációs környezet majd nehezíti a visszafizetési, mármint a hitel visszafizetési mértékeket, és természetesen nehezebben fogjuk tudni megvásárolni a termékeket, szolgáltatásokat. De hogyha ez mellett ugye kevesebb munkahely fog megújulni, vagy létrejönni, és ha azt tapasztaljuk, hogy elindul majd a munkanélküliségi rátának az emelkedése, akkor bizony arról lesz szó, hogy itt elég keményen be fog tudni dőlni egy picit a gazdaság. De most ez nem egy olyan dolog, hogy ledobtak egy atombombát, és mindenki porrá fog égni. Nagyon-nagyon kellemetlen, csak igazából ki fog ebből lábolni majd a gazdaság, nem csak Amerikában, az egész világban, de egyértelműen nagyon hosszú és nehéz időszak vár ránk ebből a szempontból. Ez mellett pedig igen csak fontos megjegyezni azt, hogy szinte minden szektorból tapasztaljuk most már a leépítéseket, tehát ugyanúgy a finance szektorból, ami borzasztóan fontos lesz, egy pillanat múlva elmondom miért. Természetesen a gyártási szektorból is, nagyon-nagyon um, uh, a tech szektorból is. Tehát ez, ez egy annyira szignifikáns történet, hogy jelenleg 2023-ra olyan módon preparálnak a cégek, a legnagyobb cégek is, hogy már most leépítenek, és egyáltalán nem ritka azokat a számokat hallani, hogy 30-40 százalékos leépítéseket uh, tesznek el tudjátok képzelni, tehát, hogyha most nem tapasztaljuk a munkanélkülségi rátának a megnövekedését, ugye mindenki bejelentette a legtöbb, legnagyobb cég, hogy januártól, februártól kezdik meg a leépítéseket, értelemszerű, hogy még nincs itt az adat, nyilván reagálhat rá úgy a piac, hogy úristen, oké, rendben értem, hogy kevesebb munkahely van, de a munkanélkülségi ráta nem nőtt, tehát akkor minden is báj, és elkezdenek majd vásárolni a tőzsdén. már akik elkezdenek vásárolni, nyilván az okosabbak kök, kevésbé, mármint egy hosszú távra, most nem kifejezetten kereskedésről e, beszélek, és ott lesz a buktató, hogy amikor az leépítések megkezdődnek, akkor ez egy olyan környezetben kezdődik meg, amit éppen az előbb mutattam meg, hogy csökken az új munkahelyek száma, tehát nagyon sokan lesznek munka nélkül, de kevesen fognak tudni újra elhelyezkedni, ez pedig nem fog segíteni azon a helyzeten, hogy e, minél kevesebb terméket és szolgáltatást vehessünk meg. Ezzel számolnak a cégek, ez is ezért is építenek le gyakorlatilag, mert tudják nagyon jó, hogy nem fognak tudni sem szolgáltatást, sem terméket olyan módon forgalmazni, ahogyan azt eltervezték. Ennek pedig ékes bizonyítéka a car az amit egyébben egyszer szoktam megnézni, és akkor is van igazán értelme most, meg aztán főleg, mert hogy már 13,3 millióra csökkentünk az Amerikai Egyesült Államokban az eladott autókat tekintve, és ugye jelen pillanat, illetve nem jelen pillanatban, hanem a Covid előtti átlagunk, az 17 millió autó volt, 17,5 millió, mi azt jelenti, hogy már most több mint 4 millió autóval kevesebbet adhatunk el, és ez egy igen érdekes topik, tehát már elkezdtünk kevesebb autót vásárolni, nyilvánvalóan elkezdik majd egyre kevesebben tudni visszafizetni az autóhiteleket, ez is problémát fog jelenteni majd pluszban, és itt van még egy trükkös rész. A trükkös rész pedig a Tesla, mert hogy a Tesla valóban nem fogja tudni teljesíteni a, a hát majdnem másfél milliós kiszűrt, kiszúrt határt, de 1,3 millió fölött fog tudni teljesíteni az egész 2022-es éves autóeladásokat tekintve. Magyarul egy ilyen, hát nem tudom pontosan, hogy mennyi lesz, de majd 50, valahol 50 és 150 ezer autó közötti elmaradás lesz. És belegondolunk, és ez Amerikára értendő természetesen, nyilván, hogyha leszámoljuk, akkor ez kb. 50 ezer autóról beszélhetünk az amerikai Egyesült Államokban, amit valószínűleg ez egy elég reális szám, hogy, Anny annyival kevesebbet forgalmaz a Tesla, ahogyan tervezte. Ugyanakkor az, a, az, az érdekes az egészben, hogy ugye több mint 4 millió autót veszítettünk eladásban a tervezettel, ebből 50 ezer a tesla -ét. hát el tudjátok képzelni, hogy más autógyárak egyébként mennyit nem tudtak eladni. Hát jelen pillanatban a Tesla még egy ilyen környezetben is, um, gyakorlatilag a legjobban teljesítő autógyárak közé tartozik. Mindjárt megnézünk egy weboldalt, ahol egyébként a kicsikét a jövőben nyúlóan is lehet ezzel kalkulálni, de az érdekes része az, hogy ugye, ha már arról beszélünk, hogy itt van egy cég, amely a környezethez vagy a körülményekhez képest egyébként nagyon jól teljesít, mert hogy ez tényleg nagyon jó teljesítés, ami nyilván vissza fog még jobban esni, hogyha az emberek kevesebb terméket fognak tudni vásárolni, ez ugyanúgy a tesla is igaz, bár ugye a Tesla megpróbál nem egy lábon állni, ettől függetlenül csak azért azt gondolni, hogy most egy valami egy jó befektetési lehetőség, mert hogy a cég jó, a cég jól működik, vagy financiálisan biztonságban van, ez így nem feltétlenül jó, mert ahhoz ki kell deríteni azt is, hogy egyébként a piac többi része szeretné ezt, vagy sem, és valaki most megnézi a tesla a csártját, csak így összenyomva, hogy mondjuk 2016 és 2022 között hogy mozgott az árfolyam, akkor ugye végén fogunk látni egy szép nagy leívelést. Tehát nem, nem csak attól függ, hogy egy cég egyébként, mármint ugye a részvénye felfelé fog menni, hogy a cég maga jól teljesít -e, vagy sem. Én úgy gondolom, hogy az ilyen fajta megállapítás, hogy ú, ez jó cég, ú, ez jó projekt, ebbe bele kell vásárolni, mert, mert most olcsó, ez nagyon-nagyon ez, ez eszetlenség, és nagyon szerencsejáték, tehát ilyet ne csináljatok. Az, hogy a piac hogy ítél meg egy részvényt, vagy egy cégnek a részvényét, azt a csárt mondja el, mert ott tudjuk az erőviszonyokat megállapítani, nem csak kereskedésben, nem egy perces csártokon, hanem a befektetőknek az erőviszonyát is, és bizony egyébként tudatos befektetők ugyanúgy eladnak időről időre, és azt kell látnunk, hogy nekünk először is tudatni kell magunkkal, hogy milyen terveink vannak, Um, másrészt pedig, hogyha valakinek olyan tervei vannak, hogy azért tém, egy évente, két évente szeretne valami hasznot betermelni egy befektetésén, akkor nyilván úgy kell tervezni, hogy profitot szeretne realizálni, azt pedig akkor kell megtenni, mikor a legtöbben is szeretnének profitot realizálni. Nyilván ez nem a mostani időszak, hiszen már rég zuhanásban vagyunk, de csak azért, mert a cég egyébként egy adott környezetben jó teljesít, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyébként ez most egy buy. Úgyhogy erre nagyon figyeljetek majd, nagyon érdemes megtanulni a csárt, olvasást, hogy miből is áll ez pontosan, de nézzünk egy érdekes oldalt. Ez az oldal pedig a Fordnak a teljesítményét próbálja mutatni nekünk, és ugye azt láthatjuk, hogy 2016-ban még eléggé rekordmennyiségű autót adott el magához képest természetesen, majdnem 6,5 millió, és természetesen 2020-ra ez borzalmasan lecsökkent, de ennek nem az 2020-as pandémia az oka, hiszen látjuk, hogy már előtte. Évekkel elkezdett csökkenni ez az arány, és most bár 2022-ig valamennyire felhúzták, gyakorlatilag még nem sikerült, hogy arra szintre felhúznunk, amilyen szinten voltunk egy évvel a pandémia előtt. Tehát most már két év is eltelt, és még mindig nem vagyunk a pandémia előtti szinten, ami igen csak aggasztó. Maga Ford is úgy prediktálja az autó eladásait, hogy bár 5 millióig vissza tudják húzni 2024-re, onnan egy hosszú stagnálás és vagy alacsony, alacsony mértékű sűjjedést prediktálnak, és természetesen ez, ez elképzelhető, hogy egy, egy igen pozitív meglátás részükről. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy hogy alakulnak majd, ugye. A, az autók gyakorlatilag gyártásban és eladásban akkor észrevehető, hogy a benzines autók alapvetően ugye csökkenőben vannak, már most 2022-ben is látjuk a csökkenő számokat, és azt prediktálja maga a Ford is, hogy ez folyamatosan továbbra is csökkenni fog. A hibridek nagyon-nagyon enyhén de növekedni fognak, és természetesen az elektromos autóban várják majd a legnagyobb löveg, növekedési mértéket, Na, míg a dízelnél enyhe, sokkal enyhébb sűjedést várnak, mint amennyire a benzines autók majd sűjedni fognak. Ehhez hozzárakva viszont egy nagyon fontos adat az, hogy ugye három különböző, illetve négy különböző kategóriára bontja a Ford azt, hogy milyen mértékű autonómus, tehát hogy mennyire van automatizálva maga az autó, és ugye nullától háromig terjedő skálán rajzolja ezt föl és gyakorlatilag ugye azt jelzi, hogy 2022-ben már nagyon kevés abszolút manuális autót ad el, amíg az egyes szinten lévő, ami már megcsinál bizonyos, bizonyos funkciókat saját magától, az még mindig ugye rekordot dönt, és szeretne még 2023-ban is abszolút hasonló szinten eladással rendelkezni, de folyamatosan csökkenést prediktál ezekben az autókban. Azon autóik, amik már nagyon-nagyon komoly mértékben felszereltek, tehát Nyilvánvalóan itt a, a nem csak az adaptív tempomatról van szó, hanem a kameráknak a fejlettsége, hogy mit tud ellátni az autó maga, a automatán. Ezeknek az autóknak az eladásai valamennyire növekednek, viszont értelemszerűen ez a növekedés, ahhoz képest nem fogja tudni utolérni a Teslát, hiszen a Tesla ebben a kategóriában már most gyakorlatilag robbanásszerűen előrébb jár, mint a Ford, és uh, ugye az extrém uh, aktív vagy az extrém okos autó, így fogalmazunk, így a hármas szinten, az gyakorlatilag még csak 2027-re fog elérni egy ilyen nagyon-nagyon pici szintet, amit láthatunk majd a csárton. A revenue szempontjából a Fordnál nyilvánvalóan azt láthatjuk, amit nagyjából az autó eladásoknál, legalábbis a csárt a grafikon kínézett nagyon hasonló, ez nyilvánvalóan azért van, hiszen autó eladásból él a Ford, és ezért gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív ez a hozzáállás jelenleg, túl optimista már-már amit itt 2024-től látunk, mert e, itt a revenue csökkenést már 2023-ra ő is jelzi, bár elképzelhető, hogy a balanssítek vizsgálatából ennél sokkal komolyabb visszaesést lehet majd tapasztalni. És ugye 2024-től prediktál egy stagnálást, illetve nyilván arra játszik majd, hogy a gazdasági helyzet kicsikét helyre jön, több autót fog tudni eladni, és akkor ott tud stagnálni. De nem az a legfontosabb, hogy milyen szinten, hanem hogy stagnálást vár már a revenue-ban is. Ami azt jelenti, hogy egyébként házon belül a Fordnak ilyen negatív forgatókönyvei vannak 2024 és 2027 között. Ennek a negatív forgatókönyvnek pedig az az oka, hogy tudják nagyon jól, mennyire durva mértékben kezd utólérni a Tesla a Fordot, hiszen ha hát csak belegondolunk, hogy a Ford bár elad 5 millió autót jelenleg körülbelül, a Tesla pedig csak mondjuk 1,3 milliót egy évben. Ettől függetlenül um, neki ez már mind elektromos, amíg a, a Fordnál az elektromos autóálladás gyakorlatilag egy mérhetetlen alacsony számot reprezentál, és uh, mivel folyamatosan lejjebb szorulnak ugye, a, a foszilis üzemanyaggal égő motorral rendelkező autók, a sokkoszos káros cucc, az, uh, az gyakorlatilag egy egyértelmű jelzés, hogy maga Ford is prediktálja ezeknek az autóálladásoknak a csökkenését, lehet, hogy nem reális az ő predikciójuk, és egy kicsit gyorsabb lesz ennek az a, a, a csökkenési mintája a grafikonon, de ettől függetlenül ezzel gyakorlatilag elismerik azt, hogy ott van a piaci rés, ahol az elektromos autó van, és ott vannak ők nagyon elmaradva. Hát tudják nagyon jól, hogy 2027-2030-ig ők bizony most hatalmas hátrányba kerültek. Ha a labdába akarnak rugni, akkor nem azzal kellene foglalkozniuk, hogy most próbálnak lépést tartani a Teslával hanem hogy 2030-ra mivel tudnak majd előrukkalni, hogy egyébként még a piacon tudjanak maradni az elektromos autóiparban. Ez az a tíz év, amiről egyébként még Farkas Istvánnal az Innovatív Hírek csatornán beszéltünk. Pár évvel ezelőtt, és már akkor is beszélgettünk róla, amikor a BMW, Mercedes, Ford, Volkswagen autógyárak és Tesla összehasonlítással foglalkoztunk, és ugye nagyon sok hideg-meleget kaptunk, amikor azt mondtuk, hogy gyakorlatilag erre az időszakra a Tesla már tíz éves lépés előnyben lesz az autógyáraknál, elaludtak, és nem fognak tudni lépést tartani vele. Körülbelül erre céloztam, hogy ez az, ami nagyjából megtörténik. De visszatérve egy kicsikét a jelentbe, mert hogy előbbé elrugaszkodtunk most ettől, um, még mindig a krízis helyzet kellős közepén vagyunk, még mindig egy bear marketben vagyunk, és gyakorlatilag ez azért fontos, mert nyilván mindenki próbálja kitalálni, hogy na, akkor mi lesz holnap, meg hogy megyünk, meg uh, ugye még rengetegen most is nem kereskedés jellegű, hanem befektetés jellegű hosszú távú bevásárlásokat terveznek. Um, ez nem feltétlenül rossz, csak ugye nem tudom, hogy ezt jó helyen teszik-e vagy sem. Um, én nyilván nem fogok tudni minden részvényt külön megnézni senkinek, tehát hogy ez, ez egy akkora piac, hogy ez lehetetlenség, bár egyébként egész jól dolgozunk egy-két dolgon, um, de ettől függetlenül um, nagyon előnyös az indexeket tekinteni, de mielőtt belemennénk az indexekbe, Ugye nagyon fontos megjegyezni azt, hogy emlékeztek az utóbbi bejelentkezésemben, az utóbbi háromban tulajdonképpen beszélgettünk arról, hogy ketté szakadhat ugye a részvénypiac, tehát nagyjából egy csomó elem majd megtalálja az alját, nyilván nulla közelében nem nehéz ezt elérni. Van egy csomó elem, ami még el odáig, de nagyon nagy esélye van, vagy lehetősége van, hogy további süllyedésnek nézzen elébe. Amíg ugye vannak olyan iparágak, amik most nagyon jól teljesíthetnek, illetve a közeljövőben, 2023-ban nagyon jól teljesíthetnek, hogyha megkapják a lendületet akár az elektromos járműiparból, akkor ott lehet számítani valami pozitivitásra. De ugye a bányász cégek például nyilvánvalóan borzalmasan jó revenue elé néznek 2023-ban, ellenben ugye a többi terméket vagy szerviz-szolgáltatást ellátó cégekkel, mint például Apple, Microsoft és a többi Big Tech dolgok. És ugye arról is beszéltünk, hogy megvizsgáltuk a 2000-es és a 2007-2008-as krízisnek a, a különbségeit, megnéztük a US Földnek a csártyán és a nasdaq a csártyán, és ez hogy csapódott le. Elmondtam nektek a hátteret, hogy azért mert a production oldalát érintette jobban inkább ugye a krízis, vagy pedig a finance, tehát a pénzügyi oldalát, ez volt ugye 2007-2008-ban, amíg 2000-ben ugye nem ez volt a helyzet, és arról is beszéltünk, hogy a, csupán a fundamentális információinkból, ami, ami gyűlik most már három-négy éve gyakorlatilag, láthatjuk azt, hogy ez a krízis ez egyikhez sem hasonlít abból a szempontból, hogy bár a csárta nyilván ezt nem látjuk, majd utólag fogjuk látni, de fundamentálisan látjuk, hogy egy kicsit a kettőnek a keveréke, viszont ugye nem egyszerre csapódik le. Úgyhogy beszéltünk arról, hogy ezzel imént említettem, hogy ráadásul most jön az, az időszak, amikor az embereket éppen el fogja kapni majd ez az inflációs környezet, mármint a negatív hatása még jobban. Tudom, hogy 20% fölött vagyunk az inflációval kapcsolatban Magyarországon, de most nyilván nem ragadnék ki egy ennyire egyedi, magas mértékű helyzetet, hanem úgy a világra tekintve összességében. És ez nehezíteni fogja a pénzügyi helyzetet, ez nehezíteni fogja a termékek előállítását, szolgáltatások forgalmazását, a megvételét, tehát a supply és a demand az, az, ami gyakorlatilag teljes mértékben, öm, á, nagyjából egyébként szándékosan, de, de le van redukálva. Nem feltétlenül baj azt hozzáteszem, tehát is nem arra ki gondolni, hogy ilyen fekete ö, háttérhatalom majd itt mindenki tönkre akar tenni, hanem ez egy szükséges lépés volt, azért, mert te megint túl sok kólát veszünk minden nap. És nagyon nagy az esélye annak, hogy hogy lassan eljön az időszak, amikor a finance részét is érteni fo érinteni fogja. Amikor már arról hallunk, hogy nagyobb bankok is 30-35-40 százalékos leépítéssel terveznek 2023-ban, a legnagyobb bankok, csak gondoljunk a Goldman Sachs legutóbbi bejelentésére, akkor én azt hiszem, hogy komolyan el kell gondolkozni, hogy, hogy a finance szektort milyen mértékben fogja ez most jelenleg érinteni. Úgyhogy igen érdekes időszaknak nézünk elébe. Ugye néztük a US 40 csártyát, tudjátok azt, hogy az nagyjából úgymond visszafogottan reagált az elmúlt időszakban, már hogyha ezt visszafogottnak lehet nevezni, de ettől függetlenül ugye a, a finance része még csak most kezd beütni, és ugye ezt pont levezettem az US 40-vel kapcsolatban, hogy miért tudja jobban értékelődni, mint mondjuk egy NASDAQ, akkor gyakorlatilag a, nagyon könnyen meg lehet, hogyha ezt a pénzügyi szektort most nem mentik meg, úgymond az első pár hónapban, 2023-ban, akkor uh, itt a buli még csak most kezdődhet a, a US First esetében. És pontosan ezért zavaró a csárt maga, mert ugye az árépítkezés már megtört fölfelé, de nem tudjuk, hogy korrekció miatt, vagy pedig ténylegesen, ugye, ahogy sokan szeretik mondani, ez volt az alja idézőjelben. Nyilván erre a fundamentális uh, elemzés fog majd. Uh, a gazdasági elemzés fog majd megfelelő választ adni, de az egyelőre nem pozitív. Ezzel ellentétben egy régebbi csárt, ugye, a, aki nézte a régebbi videókat vagy bejelentkezéseket, akkor ő már érti, hogy, hogy miről is szól ezek a felrajzolások, miről is szólnak, hogy mit is jelent pontosan, és ugye nyilvánvalóan van egy leérkezésünk egy double bottommal úgy erre a zónára, hogyha szépen el is pattant, de ettől függetlenül Um, nagyon szépen kivehető, hogy az ár építkezése ugye magas pontokkal itt fönt, ezzel a négyjel, és az egyre mélyülő alacsony pontokkal begyorsult, majd lelassult, és az lesz a kérdés például egy SP500 esetében is, hogy ez gyakorlatilag a, a trendhez fog tartozni, és a gyorsulás, lassulás, az, az része magának a nagyobb bértrendnek, ami elkezdődött, mert akkor itt majd megint gyorsulásnak kellene kezdődni, erről nagyon sokat beszéltünk az előző alkalmakkor, vagy pedig itt valóban megpróbálja megfogni, de a gazdasági növekedés hiánya miatt sem lesz képest majd nagyon-nagyon magas értékekre növekedni, hiszen tehát ez kizárt dolog, tehát nincs jelenleg annyi pénz a piacon, hogy ez megtörténhessen. Úgyhogy uh, itt is majd sok kérdés fog felmerülni, de egészen addig, amíg ugye az S&P 500 a bértrendben benne van ahhoz, eznek a sárga vonalnak meg kell törnie, hogy kijelenthessük, hogy nincs benne, addig gyakorlatilag a lefelé építkezés lesz az. És ezekben a lefelé építkezésekben vannak felfelé tartó korrekciók, ugye most éppen nem egy ilyenben vagyunk, hanem éppen egy lefelé tartó ágazatban, majd az lesz a kérdés, hogy mennyire len, mennyi lendület lesz benne, hogy újra le tudjon éri, érinteni um, erre az alsó zónára. Végre hoznék egy kis oktatást, már hogy erre régen volt szó, de érdemes megnézni, mert lehet, hogy sok mindenbe fog segíteni neked, még ha nem is akarsz tanulni. Uh, mielőtt megtenném, azt mindenféleképpen szeretném jelezni, hogy hamarosan elkészül a weboldalunk, tehát most már olyan mértékben az utolsó simítások mennek, és látszik, hogy mire ez a videó kikerül, már készen is lesz, azt még nem tudom, nem merem kijelenteni, de ugye már az utolsó tesztelések folynak, hogy lenyomhassuk rajta az Enter gombot, az engedélyeket is megkaptuk, úgyhogy ezt mi nagyon-nagyon várjuk most már, ennyire, ennyire közel, tehát gyakorlatilag készen van, csak ugye meg kell nyomni rajta az Enter gombot, um, úgyhogy remélem hogy, remélem, hogy nekétek is majd tetszeni fog az eredmény, és ami utána jön. De nem megyek ebbe most ennél jobban bele, mert nyilván, ha megjelenik, akkor azonnal jönnek a bejelentések, viszont egy nagyon hasznos információt szeretnék veletek megosztani. A hasznos információnak a lényege pedig, ha már csak az arany nézzük, akkor az, hogy nagyon sokat beszéltünk régebben arról, hogy mik is ezek a trendfolytató zászlók, és ugye arról is tanultunk, hogy egy trendfolytató zászló általában úgy épül fel, hogy az árbozgás egy trend irányban mozog, majd a zászló kialakul, és általában a harmadik érintésnél e, gyakorlatilag kitörik belőle a prediktált irányba. E, hogyha bullish zászlóról van szó, és ez bullis trendben történt meg, akkor természetesen a kitörésnek a, a az aránya, vagy a kitörésnek az esélye, 82%. Ez azt jelenti, hogy átlagban 80 100-ból 82-ször felfelé fog kitörni belőle és nyilvánvalóan ott van egy 18 alkalom, amikor ez sajnos nem fog sikerülni, de azért ez azt hiszem, hogy egy elég jó arány, hogyha valaki csak erre építi fel a stratégiáját. Azt még érdemes ugye tudni az ilyen kitörésekről, hogy az ezekben a kitörésekben van a legnagyobb lendület az ármozgásokban, tehát ott lehet elcsípni a legstabilabb mozgásokat, és nyilvánvalóan az irány az meg adott, ami nem egy biztos irány, de ezek a számolások, ezek nem is hanem gyakorlatilag ugye bárki megteheti meg azt, hogy, hogy megvizsgál egy csártot visszamenőleg, és akár kisebb, akár nagyobb mértékben megpróbálja meghatározni az, hogy vajon ezek az ászlók tényleg úgy alakulnak, hogy a bullish trendben kialakul, felfelé tör ki belőle? Vegyről is beszélhetnénk, de most így maradjunk az ászlónál. Az egyetlen oka, hogy maradjunk az ászlónál, az az, hogy természetesen, hogyha elvégzünk egy vizsgálatot, mondjuk egy aranynak a csártyán, hogy éppen milyen alakzatot lehet felismerni, akkor azt hiszem, hogy kérdésen felül áll hogy éppen most mi történik. Um, és van még egy csárt. Ez a csárt pedig az ezüst, ami nagyon hasonló szituációban van, hiszen itt is megvizsgálhatók a korábbi eseményekből, hogy az ászlók mikor alakulnak ki, hogy reagál rá az ár, és milyen irányba való kitöréseket lehet projektálni ebből. E, hetes csártot nézünk természetesen, tehát egy nagyon nagy felbontást, tehát itt például a 2010 volt, um, és gyakorlatilag itt is fellelhető, ugyebár az a, az alakzat, ami, ami nem teljesen pontosan, de ugye egy zászlónak minősül, aminek ráadásul a felső trendvonalánál van már az ezüst. A különbség a kettő között az, hogy az ezüst esetében ugye ez már a negyedik érintés lenne, ami nyilván felvett kérdéseket. De az érdekesség kedvéért egyébként a platina is hasonló szituációban van, és hasonló zászlókat épít, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon érdemes figyelni a közeljövőben, és ha valaki esetleg a bányász cégek felé is nagy kedvel tekint, akkor bár óvatossággal, de én úgy gondolom, hogy egy olyan ágazat, amire érdemes odafigyelni mostanában. Nem is rabolom tovább az időtöket, én megyek vissza és dolgozom a weboldalon, hogy készen lehessen a srácokkal és a tervezőkkel, nektek pedig nagyon kellemes hétvégét kívánok, mindenféleképpen találkozunk a jövő héten, és vagy a Discord szerveren, egyik kérésem lenne hozzátok, hogy, hogyha most már regisztráltok, ugye majd csak a weboldal megjelenésével fogunk kicserélni a linkeket, de a korábbi Trade on the Market Discord szerver az meg fog szűnni, és átköltözünk a korábbi GCT szerverre, ami minden ágazatot is lefoglalva, gyakorlatilag egyetlen magyar szerverként fog szolgálni a Trade on the Market projektnek, úgyhogy ami most még globál kriptotrend link néven van fönt, a videó alatti leírásban, az gyakorlatilag az a Discord szerver, ami megmarad, és mindenkit arra kérek már a szerverről is, meg az új tagokat is, hogy oda regisztráljatok fel, hogyha nem akartok lemaradni új információról, mert a weboldal megjelenése után nagyon-nagyon izgalmas dolgok következnek. Mindenki kérdezi, hogy miért? Uh, egyszerű, ennek nagyon egyszerű oka van. Um, gyakorlatilag amit mi szeretnénk megvalósítani, az a Discord szerveren belül nem megvalósítható, mert nagyon lelimitál bennünket, azzal, hogy a weboldal megjelenik, olyan ajtók nyílnak ki az oktatás szempontjából számunkra, amit nem is nagyon lehet elképzelni, és nem is nagyon van magyar nyelven sem, és nyilván angol nyelven sem, de ezekről a részletekről később, és búcsúzom, pihenjetek jól, én megpróbálok meggyógyulni, és találkozunk a jövő héten. Sziasztok!